Szép jó hajnalt mindenkinek! Torin vagyok. Ez pedig a Panzerkor második részének folytatása. A Grand kampányunk történelmi ágával. Na, az nem hangzott jó. Ez se sokkal jobban, de még az belefér. Az, hogy ott a tankból lelőtt egyet előre, az sajnos valószínűleg azt jelenti, hogy ezt elveszítjük. Mert legalább egyet meg tudnak ölni. És utána csak kérdés, hogy van egy további támadó opció, vagy szerencse, vagy valami. Az azért fájdalmas volt. Itt egy újabb hármas. Oké. Nem jó, de belefér. Tüzérség. Továbbra se jó, de így jártam. Ugye milyen jó lett volna, ha ki tudtuk volna lőni, amikor ez sorra kerül. Oké. Megúsztuk ingyen. Ez egy érdekes lépés. Ez nem zavar. És gondolom ide jön, mert más nem tud. Au, de még elzárja. Még működik, még teszi a dolgát. Ahogy nem tud mozogni. Akkor az esetében viszonylag egyszerű a fejzet. Feltöltjük. Oké. Az nem opció. De egyelőre itt hagyjuk, mert még kellhet. Mert még kellhet. Oké, ezt így elzárjuk. Ezt feltöltöm, ez nem is kérdés. Te továbbra is töltődsz. Az egy-egyet majd meglátjuk. Kétszer egy három plusz el van vágva, az valószínűleg jó lesz. Mit ígérsz nekem itt? Egy-egy plusz. Ja, légvédelem. Oké. Te mit ígérsz? Szimpatikusabb? Nem, el egy-egynél jobbat nem tudok kapni. Jó, akkor ez kevésbé fáj, ha őt veszítjük. Vagy ő fogy el erre a feladatra. Hát nem tudok mit tenni. Jó, így azért valami. Ez nem volt olyan rossz menet. Te itt ígérj egy szépet. Egy az nem sok. Egy, három. Kettő, egy. Kérdés, hogy hova menekül. Oké. Elvileg most már nem tud visszavonulni. Úgy bizony. Oké, ezt meg ezek itt kieszik. Úgyhogy ez a román elindulhat haza. Ez a német elindulhat. Jó, ti már nem vagytok veszélybe, vagy legalábbis azt hiszem nem vagytok veszélybe. De igazából annyian vagyunk, hogy ez nem is kérdéses. Ja, az egyeskére azért valaki álljon rá. Mert az tényleg olyan, hogy egy bárki idejér, az lelövi. Ti ketten... Oké, te majd meg tudod védeni azt a kettőt.
Hát jó lenne, ha ennek lenne egy ideje, de most nincs. Persze most felhős lesz az ég, természetesen. De hát ez van. Hogy lehetne más. Merre van a jó? Ez a kétszer lő, de ez a bombázó alapvetően. Oké. Hát tud ide jönni, és akkor közelebb van. Nem jobb az eredmény. És csak 6-ot ért el. Ígérsz 2-t? Igen. Remek. Aztán nézzük ki a Sturmovik kivadászója. Te vagy a dupla. Te elvileg le tudod szedni a Sturmovikat. Vagy nem? Innen talán. Innen se vagy sokkal jobb. Hát, főleg akkor, hogyha alul teljesítesz, akkor főleg nem leszünk meg. Azért akarom ezt mindenképpen kilőni, mert... Jó, van még egy Sturmovik, de hát ez az ilyen. Úgyhogy ezt jó lenne leszedni. Szintén. Hát a dupla bombázó, az kétszer egyet ígér. Van itt még egy vadász. Ígérsz te 2-t? Jó. Mindegyik alul teljesíti, amelyik van. Játékban. Jó, hát... Ha nem lövöd le, akkor nincs több. Természetesen nem lövi le. Természetesen nem lövi le. Itt mit ígérsz rá? Egyet, az nem sok. Jó, hát ezt úgy érzem... Ha csak te személyesen nem lövöd ki... Egyeket ígérsz, az haszontalan. Dupla bombázunk. Itt ígérsz egyet, az túró, ott 2-t, az már egy fokkal jobban hangzik. Oké, ez egy újabb olyan kör, ahol minden támadásunk alulmúlja az eredményt, amit várunk. Ezt jó lenne megmenteni, de nem fogjuk. Itt ígér egy találatot, az legalább valami. Oké, ezek nem eredmények. Megint egy olyan feladvány, hogy alul teljesítesz. Az a vagy légvédelmet, sőt a tripla légvédelembe támadnánk bele. 2-t ígér. Itt 1-et ígér. Ezen 4, azt mondjuk elfogadjuk. Azt elfogadjuk. Mert az nagyon is megéri. Oké. Az eddig egy öngyilkos akció. Igazából, ha megsemmisítem a saját körömben, és beállok ide a gyaloggal,
akkor egy nagyon-nagyon elborult formában, de előrébb vagyok. Jó. Jön itt még egy román. Akkor a négyből megvan három. Ez miért nem tud beszállni? Jó. Mindegy, hogy miért nem tud, de ezek szerint nem tud beszállni. Ez is egy román ilyen értelemben jó. Tehát akkor gyakorlatilag megvan a négy román egység, amit kimentünk. Megvan négy német. Megvan még három az. Hét. Ezzel kilenc. Vele tíz. És ez a három, ez szinte biztos. Az 13. Oké, tehát akkor ezek, nem azt mondom, hogy feláldozhatóak, de legalábbis nem olyan nagyon kritikus, hogy túléljék. Jó, és akkor te leszel ez a hősies, aki elzárást csinál itt, kedves román. Oké, hogy kicsit blokkádoljuk, de azért egy kicsit jobban, azért 5-ből 2 és még 2, ennek lesz 3 aktív egysége, az a baj, annak meg mindegyik aktív lesz. Mi az, ami ide tud jönni? Annyira nem vészes, mondjuk ez a gond. Ez a bombázó, meg a másik... hogy az 3-at tud itt ígérni nekem. Az már lassan elég arra, hogy ezt kivégezzék. Az már ott lassan kezd elég lenni. Tudunk erről a bombázóra valakit küldeni? Itt ígérsz. Egyet, és itt valószínűleg van légvédelem. De ez a jobb opcióm. Nem, nincs légvédelem, így jó, hát... Azt mondom, hogy nagy tétel, de... De azért valami, nem hibátlan most már. Annyival beljebb vagyok. Ezt nem merem ide rakni. Nem tudom. Egyet ígér. Így nem érte meg. Így nagyon nem érte meg, hogy az egy-egy az természetesen nem egy-egy lett. Így nagyon nem érte meg. De hát ez van. Van-e még repülőnk? Nem, mindenki elfogyott. Mindenki elfogyott? Hát jó, ti vagytok, de ti gyakorlatilag nem vagytok. Oké. Hát akkor álljatok rá erre. Mondván, hogy valami védelmük legyen. Bár elvileg ezeket nem írja el senki már. De ki tudja. Ezt nagyon sajnálom, hogy ezt nem tudtuk lelőni. Elvileg ebbe a körbe ők is gyengék lesznek a levegőbe. Aztán meglátjuk. No, felderítőnk belénk futott. Oké, szedtünk egy felderítőt. Kettő. Az csúnya volt. Az csúnya volt az a kettő. De úgy látom nem tudott hazamenni ez a Sturmovik, amit körbevettünk. Úgyhogy ha nem is jó, de... De működő. Az a baj, hogy elképesztő mennyiségű vadásza van. Annyira nem zavar.
Légi harcok. És most jön a probléma. Tízérség veszettül akarja azt megölni. Kettő ez. Ez volt a várt eredmény. Az odalő az nagyon jó. Jön egy 20-as gyalog. És ezzel elmonult. Ja, az szerencse nem tud mit tenni. Oh. Jó. Egy-egy. Ja, mert a tüzérség mögötte van a... ez. Oké, azt hiszem azt meg tudjuk oldani. Most, hogy jó időnk van, ez itt nagyon is tud dolgozni. Hát az túlzás, hogy nagyon is, de... azért a kétszer kettő az nem hangzik rosszul. Na, ezúttal fölé dolgoztunk. Mindkétszer. Oké, akkor azt kivégezzük. Már megadja magát. És ez így nagyon-nagyon megéri. Oda nem is tudok támadni. Jó, nem is zavar. A 20-as gyalog az nagyon zavar, mondjuk conscript, úgyhogy nem olyan vészes. Ez ilyen értelemben ingyen. Akció. Hát... rizikós. Rizikós. Ezt nem tudom, mivel fogom megütni. De így őt is kör... nem, őt nem vesszük körbe. Na, az nagy hiba. Mert akkor ő akár ki is jöhet. Hát ennek nem örülök. Az volt a terv, hogy őt körbe veszem. De ezek szerint azt nem tudjuk megkapni. Mindegy, ezt körbe szedtük. Van még itt egy tüzérség, meg ő, meg a 20-as gyalog. Ide el tud érni. Az nagyon fájdalmas, ha ide el fog érni. Itt ám még rosszabb, hogy ide is el tud érni. No. He? Ez itt helyben fölgyógyult? Mondjak csúnyákat, mert nagyon kedvem volna rá. Ja, értem, amiért nem tudod beszállni a hajóba, mert mindenki úszik. Minden hajó úszik. Elfogytunk hajóba. Oké. Azt... azt nem számoltam, hogy minden hajó úszik. Azzal nem számoltam, hogy minden hajó úszik, és akkor nem tudunk partra szállni. Mondjuk akkor egyébként ezt kellett volna azzal is tenni. És akkor itt pa... ah, és akkor nem itt kell, ó... hát akkor itt simán partra lehet érni. Körökkel hamarabb. Oké. Ez mondjuk hasznos info, kicsit későn. Kicsit későn, de hasznos info. Kicsit későn, de azért hasznos. Na, te itt ígérsz hatot.
erre a Sturmovikra. Remek, meg is vagyunk. Simán ráállsz, és akkor ez a rész meg is van oldva. Azért a felderítőn nem vészes. Itt mi van? Sturmovik. Technikailag bombázó. És az a legrosszabb fajta, a technikailag bombázó. Hát az a baj, hogy ha ide jövök, akkor ő bajban lesz. Mert az ki fog, kettőt ki lehet bombázni belőle, mondjuk rá tudunk állni. Ide rá tudok állni. Oké, ide tudok jönni. Mind a kettő el van vágva, az remek. Az még jobb. 0-6 értéke van, úgyhogy ez biztosan sérül. Ó, ügyes vagyok. Így el van vágva az enyém. Az remek. És ahhoz, hogy... Tud még lépni? Még tud, bár nem biztos, hogy sokáig, ha így folytatjuk. Jó. Nem tudom, mennyit tud károsítani benne. De hát majd meglátjuk. Jó. Neked muszáj ide jönni, hogy megvéd. Neked ennyi az összfeladatod, aztán esetleg itt harcolsz is. Egy négy az nem is olyan vészes. A 0-4 az még jobb. 0-4 az még jobb. Ebből a bandából... Vagy eléred onnan? Mert akkor nem kell átjönni, nagyjából ugyanolyan gyér a helyzet. Ah, át tud jönni simán. Ígéri nekem azt, hogy 10-re leszedi azt. Oké. Van itt egy dupla vadászunk, ugye? Egy is úgyis 2x8, úgyhogy ezt 2x, de leszedjük a jakot. És akkor ez sértetlenül leszedi, mert az nem tétel. Remek! Az egy vadász, tudunk-e rajta segíteni? Elvileg neked illene. Onnan is. Mondjuk állj rá, és akkor legalább azt is véded. Megvan, helyes. Akkor nem is kell kérdőre vonni az ügyet. Oké, hát ez nem érdekel a bombázó, vagy a légvédelem. És akkor ez tiszta sor, hogy ez kiüti. Azzal fölmentjük őt is. Ó, ez egy overrun egy jutta. És akkor ide tudunk ütni egy négyet. Nem hasznos, de... Hát fene tudja, hogy hasznos-e. Na, ez egy érdekes kérdés. Mert ha itt nincs semmi, akkor innen elfoglaljuk ezt a kikötőt, és innen szállunk be. Az is egy megoldás. Van egy fölös repülőm erre? Túlzás, hogy fölös, de van.
gyalog, jó, oké, akkor azért ezen nem erőlködünk. Ez sajnos nem reális opció. Aranyos ötlet lenne, de úgy érzem nem reális. Nem biztos, hogy túléli ezt a kísérletet, úgy körülbelül mindenki rá tud lőni. Már ami még marad. No. Mi van még? Két vadász. Két nem túl jó vadász. Erre a Sturmovikra. Egyik se egy izmos eredmény. De nem olyan messze lesz. Ez egy picit jobb, mint vált. Ez egy átlagos, de ez esetben akkor azt hiszem érdemes a leggyengébb vadász bombázónkat elkölteni. Az azt hiszem ez a hatoska lesz. Ha ígér egyet, akkor az még egy kilőtt Sturmovik. Ami nagyon-nagyon jó. Oké, marad ez a vadász, meg ez a felderítő, az nem érdekel. A felderítők nem izgatnak egyáltalán. Oké, akkor érdemben maradt ez a Sturmovik, két vadász, meg egy felderítő, amiről tudunk. Sokkal több repülője már ne nagyon legyen azért, hogy őszinte legyek. Igazán pozitívnak értékelném, ha ennél sokkal több már nem lenne. Ez mit ígér ide? Kettőt? Kettőt? És itt egy-egy. Az egy-egy az nem tetszik. Te tudsz valami jobbat, bár igazából az nem ide kéne, hanem azt ide. A másodlagos hatásért. Mert nem nagyon mozog, és egy lőszere maradt. Ami azért nem olyan vészes helyzet. Ez kiürült. Jó, maradt összesen ez a kettő, hát az nem sok. De ezt a 0-2-t ezt szeretjük, ez szimpatikus ajánlat. Akkor itt már is valószínűtlenebb, hogy ez kárt okoz. Itt ígérsz nekem 1-1-et. Oké, a 0-7 az szimpi. Oké, a 0-7 az megvett. Ide jó lenne, ha lenne egy repülőnk még. Adj egy repülőt bárhonnan. Adj még egy repülőt bárhonnan című feladvány, de jó lenne, mert akkor azt kilőhetnénk, és azért az értékes. Az azért értékes, hogyha az leesik. Mert az a nagyon kevés támadó eszközének az egyike. Jó, hát most ez a 20-aska az életveszély. Ezt a szakaszt elvileg megoldottuk, meglátjuk, hogy ezzel tudok-e valamit tenni. Legrosszabb esetben kilövi ez, de úgy tudom, akkor repülőt támad, ha van repülő a környéken. Ezt talán kilőjük, de mondjuk attól is, hogy hogy mozog, különösebben nem érdekel egyébként. Jó lenne, poénos, de ez egyébként csak 50 pénz. Annyira nem is nagy buli. Bár mondjuk annak nem lepődnék meg, ha itt lenne valamilyen titok, amit ki lehetne szedni, ha ezt elfoglaljuk, mert ez annyira szürreális akció lenne. Úgy érzem, hogyha ezt megcsípjük. De hát teljesen... egyébként annyira nem teljesen, de eléggé valószínűtlen. Az ágyút ki lehet szedni viszonylag könnyen, és akkor azért az egyik gyalogot körbe lehet folyni.
valamennyire. De, de nem tudom. De meg benne van ugye, hogy egy csomó bombázást lehetne adni rá. Igazából te haladj. Aztán meglátjuk. Akarom-e című kérdés. Na most már beszállt. Még nem biztos, hogy jó ötlet volt. Nem biztos, hogy jó ötlet volt, hogy őszinte legyek. De innen futjuk a... Igen, startorra. Ouch! Cserébe azt valószínűleg le tudjuk lőni. Na, ezt nem vártam volna. Oké, inkább kilőtte a tankot. Kár. Nagyon-nagyon nagy kár. De annyira nem lett meg, na. Ouch, ezt lehet, akkor azt szerintem lelőtték. Vagy legalábbis... Igen, valószínű, hogy le fogják lőni. Na, nem biztos, hogy mondjuk ez jobban áll. Sőt. Ennyi. Apró légbudjant. Jaj! Megúsztuk. Hát, relatív. Iszonyú drága volt. Így is, de megúsztuk. Jó. Akkor ez a csapat menekül, ezzel nincs is miről beszélni. Te vagy a veszélyesebb technikailag. És fedezetet biztosítasz ezeknek. Nincs segítsége, úgyhogy igazából nem szuper gyors. Ezt valahogy meg kéne tudni ütni, nem tudom hogyan. Ezzel egyet tudok lépni. Ez ingyen van továbbra is. Úgyhogy ez tiszta sor. Hát akadnék. Még van egy nem csekély állománya. Még van egy nem csekély állománya. Hát ebből a Sturmovik a legveszélyesebb. Ah, mert a többi az vadász. Veszélyes nyilván, de... De nem annyira. Fogalmam sincs, talán te vagy itt a hajókra a leginkább veszélyes. Bár az a baj, hogy nulla védelme van, tehát nem a saját harcértéke számít. Üdegyér. Oké, hogy heteske csak. De azért ennél jobb végösszeget reméltünk. Még ő is jobb harcot vívna. Hat egy! Oké.
Akkor a te feladatod lesz hősiesen megvédeni ezt. Mert ennél jobbat te hasznosan nem tudsz tenni. 3-3. Hát a 2-3 a legjobbad, az nem szimpi. De valóban ennyi, úgy látom, a képesség. Oké, hát azért szedjük ki, annyival előrébb leszünk. Vagy nem. Hát, mondjuk a 2-5 nem olyan vészes, és a 3-at ígéred, hogy leszeded. 2-5-re tudunk-e valakit segíteni neked, hogy mégiscsak jobb legyen? Nem ezek mind bombázók, bár igazából egy feladatok, ponton túl az ő feladatuk is ez, hogy hősiesen meghalljanak. Kettő-kettő, és akkor itt egy 5-1-et tudsz hozni. Hát nem lett meg. A 3-0 az oké. Hát, ha leszedi. És akkor téged elhasználnak erre. Jó. Hát a Sturmovik az sajnos egy kört pihen. Sajnos ezt nyerte meg. Jó. Te is beérsz 9 német. Egy román. Két román. Ja, hogy ezek már ide jöttek. Jó. Oké. Te veszettül gyógyulsz. És ti komboztok itt. Mert úgy érzem. Úgy érzem, hasznos lesz. Miután itt 3, meg itt délen még egy, esetleg 2 vadász itt kóricál. Jó, és mi maradt nekem itt erre az akciókra? Nem sok. Van a nagy bombázónk. 2x1, 2x4. 2x4, és akkor azt kiszedjük. Mondom, kiszedjük. Jó. Oké, állj rá. Nem sok, de... De az egy feladvány. Mhm, 2. Te mit ígérsz ide? 3. A 3-at azt elfogadom. Az egy jó eredmény. Akkor van összesen egy bombázom még. Ide mit ígérsz? Egy. Azokkal most nem tudunk foglalkozni. Kettő továbbra is. Jobbat nem tudunk összehozni. Legalább hozta. Legalább hozta.
Ad támogatást, van még egy lőszere. És persze, hogy ez sebez, amelyiknek nem kellett volna. Az a vagy, ez simán vissza fog vonulni csak. Egy. Azzal nem vonulsz vissza még. De hát ez van. A négy azért az nem rossz, csak nem elég. Jó. Ez papíron ide kimozdulhat. Vagy nem. Oda mehet, de az hadd jöjjön, az nem zavar. De ezt bezártuk. És akkor következő körbe őt kilőhetjük. Oké. Azt hiszem még jók vagyunk egy körre, bár elég hosszúak ezek a körök. Ezt nem tagadom. Wow! Egy la. Ouch! Az az ambus az majdnem rosszabb lett, mint ha nem lett volna. Ó, és vissza kellett volna venni a dolgokat. Azt a repülőt vissza lehetett volna bőven venni. Na mindegy, most lesz még egy hullánk, úgy érzem. Ezt nem hiszem, hogy életben hagyja. Vagy de! Vagy de! Indokolatlanul mégiscsak. Sajnos azokat bunkerek nagyon fogynak. Oké. Itt egy HP-n ezt a repülőt megmentette, vagy hát igazából életben hagyta. Mert ez tényleg lelőhette volna minden további nélkül. Jó. Ti száguldjatok. Na bár amennyire ez száguldásra képes ez az állomány. Oké. Okay. Az jó kérdés. Lehet, hogy nem ezt a sorrendet kellett volna, de most már így raktam őket ki. Ezt feltételezem, hogy oda már nem érkezik támadás. No. Ezt a ketteskét mindenképpen le kell lőni valakivel. Mert az semmibe nem kerül. És az egy veszélyes, veszélyes ellenfél, ami ilyen formán elfogyott. Felderítő. Hát nem azt mondom, hogy értelmes, de... De nincs más célpontjunk. Célpontunk egy csomóval. Úgyhogy támadni nem tudunk arra. De azt ki tudjuk ütni. Ezt lehetett volna előre megpiszkálni. Remek! Ez nagyon-nagyon értékes. Egy. Jó, ez gyakorlatilag az utolsó két román, ha jól emlékszem. Igen. És még egy német. Jó, hát ezek... Ezeknek már nincs itt feladata. Ők megnyertek egy teljes frontot. Ennél többet ne várjunk tőlük. Papíron ide, ha nagyon akar, nem tud belépni. Oké. Okay. Hát lőd, mert ingyen van, vagy hát kvázi ingyen van.
Te gyógyulj fel! Te gyógyulj fel! Az a kérdés... Két többletnémet egységem van, és itt a falba három. Úgyhogy az egyiket ki kell majd hoznom. Úgyhogy ezt a gyalogot lecseréljük majd, mert szerintem azt tud a legjobban majd mozogni. És akkor itt egy román állomány fogja védeni a végét a programnak. Már amennyire itt van mit védeni. Mit ígérsz? 2 az nem sok, 3 az nem sok. 3 az nem rossz, mert az elég. Kérdés, hogy akarom-e? Itt mit ígérsz erre? 2 az túró. Hogy őszinte legyek. Azért nem biztos, hogy akarom, mert akkor itt lesz egy hely, ahova a 20-as gyalog megérkezik. És az nem biztos, hogy jobb nekem. Hogy finoman fogalmazzak. Úgyhogy azt hiszem, ezt fogom bombázni. Egyszer 5, egyszer 2. Aztán keressünk valakit, aki még 2-t ott ígér nekem. De most nem, azt hiszem nem ő lesz. Mert ő tud nagyon sokat sebezni, de ő szinte máshol is tud hasznosan alkotni. Mint látható. Azt hiszem az az 5 lesz a te feladatod. Hát az 5-nek jobban örültem volna. De a standard gyalogosból kiszedtünk azért egy nagy adagot. Az segít. Te gyógyulj. Igazából te is. Ígérsz 2-t, ugye? Hát, reméljük betartod. Oké. Akkor itt egy kicsit könnyebb lesz a bombázás a továbbiakban. Az mindenkinek segít. Hát ez nem volt egy izmos érték. Ettől nem ájultunk el. 2, 2, 4. Azt a 4-et megnézzük. Az a baj, hogy itt valószínűleg vannak még további vadászok, amiket nem aktiváltam. És most aktiválni fogunk. Úgyhogy azért... Mondjuk ez egy vadász. Van-e itt még egy vadász? Nem, ez bombázó. Ugyan nem teljesen harcképtelen bombázó, de nem is túl izmos, hogy őszinte legyek. Hát egyedül ide tudsz jönni. Akkor nem is, ott egy összeállt újabb reptérre, hogy ezt egy kicsit ritkítsuk. Mert itt nem tudom, hol vannak a további érkező erők. És szerintem egyébként majd további egy-két gépet átküldünk, hogy ezt a repteret teljesen ki is ürítsük. Elkerülendő a problémákat. Jó, rajta áll mindenki, ezt a csapatot megsemmisítettük. Itt azért elég szépen most rendezkedtünk. Ugye egy tank leesett, meg egy vadász, egy légvédelmi erő. Úgyhogy alakulunk, ebből még lehet valami.
Annak nem örülök, hogy itt két további tank felbukkant. Most, hogy végre rendeződtek a problémáink. Jött egy újabb tüzérség, két új tank, meg három gyalog. Köszönjük. Innen folytatjuk, már ennyi.